Önök a Kultúrszobát, a Tolnatáj Televízió kulturális magazinját látják, köszöntöm nézőinket! Mint a résztvevők számával, mint a fellépők által hozott minőségi fejlődéssel elégedett volt a zsűri a Cinege Madár népdaléneklési verseny Tolna megyei döntőjét követően. A bírálók véleménye szerint a tavalyi siker és az ott elhangzott szakmai vélemények megmutatkoztak az idei produkciókban. A Cinege Madár népdaléneklési verseny majd később mozgalom a 90-es évek első felében indul. Szabadi Mihály ötlete alapján Bogár István emlékére. A felvirágzás után talán szükségszerűen hanyatlás és a kihagyás évei következtek, míg nem az elmúlt esztendőben ismét meghirdette a Babits Kulturális Központ a versenyt, mely a vártnál nagyobb részvételt eredményezett. Az elmúlt év sikere megalapozta az idei versenyt, nem véletlen tehát, hogy 350 jelentkező mutathatta meg magát és dalkincsét a zsűrinek. A Szekszárdi és Tamási selejtezőt követően 30 versenyszám jutott a megyei döntőbe. Nagy öröm az, hogy egyrészt a Cinege madárversenyt újra röptetik, felélesztették, tehát amit Szabadi Mihály annak idején indított Bogár István emlékére, és Zsiko Zoli nagyon ügyesen a szárnya alá vette ezt a Cinege madarat, mert nagyon fontos az, hogy az adott területen legyenek fecskék, akik nyarat csinálnak, tehát a madaras hasonlatot folytatva. Tehát öröm az, hogy az előző évhez viszonyítva a csoportoknál szólisták többségénél lehet érezni azt, hogy nagyon sokat fejlődtek. És ez nekünk is egyfajta igazolás olyan szempontból, hogy amivel próbáljuk segíteni és elmondjuk a szakmai véleményt, hogy mi az, amit tudatosítva tovább kell vinni, mert jó stílusban, hangvételben, tisztaságban, előadásban, és mi az, amelyeket javítani kell. Nagyszerű az, ugye, hogy például az elődöntőben indulókhoz képest itt is érezni, már ilyen időtávlatából egy-két hónap alatt mennyi mindent ki tudtak csiszolni és tudnak javítani. Nagyon fontos az, hogy a színpadról úgy zenéljenek, úgy énekeljenek, hogy az a közönséget, a velük szemben állókat, ülőket, vagy épp a kamerákon keresztül, akikhez eljut, megszólítsa. Azt érezzék, hogy ennél jobb dolog nincs a világon. A legfontosabb, hogy az üzenet, melyet a népdalok hordozzanak, átjöjjen és megérintse a hallgatót. A kulcsok egyszerűek és közérthetőek szinte minden korosztály számára. Ha valaki énekel, zenél, a színpadra áll, akkor meg kell szólítsa a közönséget. Természetesen nem hivalkodva is hatásvadász módon, hanem a népzene stílusajátosságai keretén belül. De több csoportnál, ugye, amiben még majd kell fejlődni meg szólistáknál is, az az, hogy jó kedvel jöjjön át, hogy ne a druk legyen, hanem a szeretet, ami átjön, ami magával ragad másokat is, mert parancsra nem lehet szeretni, csak akkor fogják követni azokat, akik színpadra állnak a szépkorútól, a picitől, a derékhadig. Ha úgy énekelnek, úgy énekelünk, úgy zenélünk, hogy az másokra hat, és azt mondják, hogy hát ez fantasztikus dolog, és így a szépapák, nagyszülőknek az üzenetét is tovább tudjuk vinni. Azt is látom itt, hogy a családok számára is egy fontos megerősítés lehet. A szülők számára, hogy látják a gyerekeiket egy más közegben, nem csak otthon gyakorolni, vagy az iskolában, hanem egy ilyen nívós közegben, egy nívós színpadon. Fontos lenne megértenünk, hogy a művészet nem szólhat a teljesítményről. De mostanában nagyon ehhez vagyunk szokva, hogy látjuk, hogy a tehetségkutatóknál az eredmények elérése az, ami a középpontban van.
Úgyhogy a családok is egy ilyen megerősítést kapnak. És hát mindent összevetve azt kell, hogy mondjam, hogy igen, a zsűri számára is nagyon inspiráló egy ilyen rendezvény. Azt remélem, hogy valamennyi szakemberre igaz, aki itt ül, a tanár kollégákra is, és akkor tud ez a Tolna megyei újra kivirágzott népzenei mozgalom tovább menni ezen az úton, hogyha el is jut, mondjuk az önök jó voltából az emberekhez, a fülekhez, eljut ez a hír, hogy ebben van egy olyan közösségi erő, ami örömet ad, végsősoron, ami boldoggá tesz. Zsikó Zsuzsanna felszállottapáva egykori döntőse, ezúttal a másik oldalon, a zsűri asztal mögött foglalt helyet. Ő pontosan érzi azt a feszültséget, ami a versenyzőkben lejátszódik, és amiről a zsűri kimondva kimondatlanul beszél. Hogy összességében azért azt tudom elmondani, hogy fejlődő tendenciát mutat a felhozatal, meg az egész verseny, úgyhogy nagyon jó élmény volt. Örülök annak, hogy egyre többet mehetek zsűrizni, egyre többen kíváncsiak a véleményemre, ami igazán megtisztelő, és hát sokszor van, hogy fú, most én is úgy felelnék, és énekelnék, és voltak itt nagyon jó zenekarok is, és jaj, most abban úgy beálltam volna énekelni egyet. Vissza kell azért fognom magam, de hát közben azért egy egészen másfajta figyelmet igényel ez a feladat vagy munka. Aki megyek, én a rétre gyűjteni. Leülök a rendem mellé, az idő, hús vagyok én magam is. Szomorú a kedves kis angyalom is. A szekszárdi muslinca férfikart kiemelt aranyminősítéssel díjazta a zsűri. Rajtuk kívül további két együttes kapott ilyen elismerést. 12 fellépőnek arany, 7-nek ezüst, 5-nek bronz minősítéssel jutalmazta produkcióját a bírálóbizottság. A vers ünnepe volt az idei Fedorka Sose volt országos versmondó találkozó. A kétfordulós megmérettetésre a fiatal korosztály eddig sosem látott számban nyújtotta be jelentkezését. A legjobbak bemutatkozási lehetőséget nyertek a Reggősök Húrján országos gálára és a versünnep alapítvány vers szemléjére. A Szajna menti Párizsban vasárnap, mint hű keresztény halt meg Jean Cottard. Ti! Fenn a mennyben, incsetek feléje, ha majd felért az égi ablakon. Amúgy is rég várt egy pár tipikére veletek fönn az esti csillagon. Míg dús nevük nyakalt a hegygaráton, s megjárta mind a kocsma kerteket. Szegény Borisz a zsámkotár barát, ölelj át az úr a legkörebb. A 16-18 éves korosztályból induló Sili Gergő produkciója is a kiemeltek között volt az idén már 8. alkalommal megrendezett Fedotka és Sose volt országos versnapon. Őt nívódíjjal jutalmazta a zsűri. A szervező Csizmazia Alapítvány azzal a céllal indította el a programot, hogy lehetőséget nyújtson a találkozásra, a megismerkedésre, az ország minél nagyobb területén élők átfogásával, azon fiataloknak és tanáraiknak, felkészítőiknek, akik szeretik az irodalmat, a verseket. S ha ezt lehet, minél nagyobb fórumon, minél többször tehessék meg. Az idő a szervezőket igazolta, hiszen az első fordulóban 67 településről 241-en mutatkozhattak meg, és belülük a legjobb 84-en megjuthatott az országos döntőbe. S az út vezet is, mert az lett a dolga, mit régen kiszabtak neki. Lábad alá bársony tenni, lépéseit könnyen venni, napmelegben álmot lelni. S ha eljön az est, a csillagok között, az emberek között, és meg akarsz pihenni, akkor bölcsőd lesz az út, hol gyermekként ringva feleded. Évek alatt, ahogy az ember tapasztalja az előadásokat, hát egyrészt érettebbek. Nagyon érdekes, hogy a picik is, ugye mindig azt kárhoztattuk, hogy van a gyerek versmondásban, a gyerek szavalásban egy ilyen kellemetlen, ilyen gyerekes hangsúlyozás, amilyen így fölemelem a sorok végét,
megnyomok jelzőket, tehát, és most ezügyben hihetetlen változás van. Tehát sokkal kevesebb ez a fajta rossz hangsúlyoság, sokkal a természetesebb beszédhez közelít, a kisgyerekek beszéde is. Nyilván, hogy itt azért évek alatt az a fajta munka, amit maga a versmondó mozgalom, akár a Magyar Versmondók Egyesülete, vagy más műhelyek, mind a felkészítők vonatkozásában, mind pedig a versenyzők vonatkozásában végez az a fajta művészi, hogy mondjam, csak finomítás, az úgy néz ki, hogy meghozta a gyümölcsét, hogy megtalálják a saját anyagukat, a saját elmondandó verseket, amik illenek hozzájuk. Na és ez így benne nagy előrelépés történt. Hogy ez a műfaj, ez tele van meglepetésekkel. Hál' Istennek az elmúlt időszakban elég sok ilyen versmondó versenyen vehettem részt, és néha csodálatos meglepetések értek. Sokkal érettebb alkotóknak a műveit hallhattuk, nagyon fiatal gyerekektől, emberektől, olyan tolmácsolásban, ami azt tükrözte, hogy ők tökéletesen értik, hogy itt miről van szó. Nagyon színes ez a mai mezőny is. Mert hát jó érzés, jó verseket, szép gondolatokat, emberi érzéseket, ugye, van egy Szabóti Anna vers, amit el is hangzott, ugye, hogy hát az útra lépni kell, az úton menni kell, és ez az út végül is önmagunkhoz vezet el. Tehát önmagunk újabb minőségét leljük meg a versek által, a fontosságunkat, a világ gazdagságát nyerhetjük meg. És ezek a pici lelkek ebben a gazdagságban egyszerre csak tájékozódni is tudnak. Hát az még nagyszerűbb. Ó, bárne kéne lógni a fölöttben minden elvét. Ez itt egy allegória, ha nem tud volna fel még. Hiszen látod, én csíj megyek, hogy földerítsem úgy áll felszín alatti énedet, a lélek még hasonlítja. De megvívnám bár érted, olyan héroszok tusáját, nem jutok el hozzád a szó szűk labirintusán át. A verseny egyik kikötése volt, hogy a hozzanak kortárs alkotóktól verseket. A versmondó versenyeken tendencia, hogy a jelen költőit szívesen választják az előadók, sok esetben szívesebben, mint a klasszikusnak számító költők műveit. Általában a kiírások azok, én úgy látom, hogy próbálnak egyfajta egyensúlyt teremteni a klasszikus és a kortárs költők között. Mind a két csoportból igyekeznek válogatni, vagy lehetőséget adni arra, hogy egy művel szerepeljenek a gyerekek. Az, hogy ez kinek a javára dől el, vagy vannak olyan klasszikus szerzők, akik eltűnnek a kínálatból, erre nem tudok válaszolni, de azt látom, hogy az igazán, igazán fontos versek, vagy akár néha elfeledett, vagy még nem hallott új, de klasszikus költemények is rendszeresen felbukkannak ezekben a mezőnyökben. A szervező Csizmazia Alapítvány az évek alatt olyan műhelymunkát teremtett a Dél-Dunántúli régióban, melynek egyik eredménye a jelentkezők számában mérhető. A vártnál több résztvevő azt jelzi, egyrészt helye van a gyerekek életében a versnek és az irodalomnak, másrészt a fogadókészség is megvan a korosztályban az alkotások iránt. Úgy gondolom, hogy a számítógépet, a különböző elektronikus, digitális eszközöket igen, fel tudja váltani a könyv, fel tudja váltani a vers, és az életükben helyet kap, mert szükség van rá. Nem azt mondom, hogy nincs szükség az oktatásban a fajta formára is, de úgy gondolom, hogy a könyv által, ha azt a papírt lapozgatják, azáltal sokkal többet nyernek és kapnak. Szoktam is ezt tapasztalni, illetve tanácsolni is, hogy ne az internetről válogassanak, hanem köteteket vegyenek ki a könyvtárakból, olvassanak sokat, olvassanak egymásnak, és keressenek. Ne csak maguknak, egymásnak is. Az a fajta mentalitás, ami az anyagi javak, az örömök a kellem világába viszik a lelket. Ez ellene dolgozik ennek. De ezek a rendezvények meg ez ellen vannak. Tehát hát itt nagy harc lesz még. Az érték, a kultúra és a bóvli között valószínű. A győztesek meghívást kaptak Budapestre a Legőső Kúrián országos gálájára, illetve néhányan közülük a Versünnep Alapítvány versszemléjére, melyet júniusban rendeznek a Nemzeti Színházban.
Fellazultak a viselkedés szabályok, és a hölgyeket sem tisztelik úgy, mint régen, de még mindig kiveti magából a közösség azt, aki nem a normák szerint viselkedik, vallja a hét miniszterelnököt kiszolgáló Görög Ibolya protokoll szakértő. A fergeteges humoráról ismert szakember ismét teltházas előadást tartott Szekszárdon. Jó benyomást szerettünk volna kelteni Görög Ibolya protokoll szakértőben. A rágot kidobtuk, a pólót blúzra cseréltük. Tökéletesen, ugyanis teljesen egy erős bizsúval nagyon jó. Szerintem, csak én azt nem szeretem, amikor a cipőnek ilyen fehér az oldala, mondhatom, a cipő lenne. Hát ez most a divat sajnos. Tudom, nagyon csak kényelmes. A divat az fontos. Miután túl voltunk a vizsgán, Görög Ibolya rögtön egy olyan történettel indított, amitől sokaknak potyogott a szemükből a könyv, annyira kacagtak az előadáson, mert hogy neki ez a titka, száraz témát tálal, olyan humorral, olyan előadásmóddal, ami csak rá jellemző. Jött egy hosszú szőke lábú riportercsaj, egy kameraférfi, meg egy hangférfi. És ez a hosszú szőke lábú, ez rágózott. Mondom, Görög, nyugi Görög, várj, jó van, várj. Már foteleket beraktuk, ma indulnak, és mindig rágózott. Hát nem bírtam tovább, mondom, ne haragudjon. Nem vennék ki a rágóját? Szóval neki fáj a torka. Hát mondom, szopogasson, tantúverbe tabletten. De ha velem beszél, akkor ne rágózzon. Görög Ibolya a politikai életből vett példákkal tette egyértelművé, hogy a protokollban a jelzés elmaradása, vagy a rossz jelzésnek üzenetértéke van, ezért van nagy jelentősége. Ha nekem le kell egy tárgyalóasztalhoz ülni, vagy egy elnökséget meg kell csinálni, vagy ki kell ülni elnökségbe, a székközéptől székközépig a 70 centinek meg kell lenni, így, mert ha nincs meg, mi van? Most alakul mindenféle új párt, meg mozgalom, és kiülnek sajtózni, hogy még én is, És aki kiül, mivel nem fér el, átmegy ilyen kockacuk radagozba. Átlagember ilyenkor mit csinál? Hátradől. Mert így már nem elnökség, csak bagrottam egy sörre. Akkor vagyok elnökség, ha fönn van a kezem az asztalon. Ha a protokollban valaki valamit nem tart be, annak is jelentése van. Tehát a két nagykövet nem fog egymással kezet, a két ország már háborúban van egymással. Tehát a protokollban a jelzés elmaradása, vagy a rossz jelzés is jelent valamit. Ezért kéne sokkal nagyobb figyelmet fordítani rá. Manapság ez most nem divat, hogy nem veszük ezt figyelembe. Nem kell törődni, de kell törődni vele, mert ennek jelentése van. Görög Ibolya a leghétköznapi helyzetekben való helyes viselkedés szabályait vette sorra előadásában, mint például azt, hogy ki köszön előre, hogyan kell kezet fogni. A helyes kézfogásnál csípőmérség elalapba tartom, és hajlatig be kell tenni a kezet. Tehát nem csak ugye a végét be kell tenni, át kell fogni, meg kell szorítani. Nagyon sok férfi embernek hibája, hogy ezt a mutatóját, ezt ide be, ilyen betapper. Azt mondja, nem csak a kézfogás erőssége és a helyes kéztartása fontos, hanem az is, hogy közben ránézünk-e a másikra. Van egy típus, kihaló félbe, ez az ilyen... Jó napot! Föl se néz. Ha ilyenkor elvállalom, hogy a kezfogat, akkor engedem, hogy engem itt alázzál meg. Mit kell csinálni? A karomat 5 centire az övével nyújtom párhuzamosan, és ez elkezd keresgélni, és fölnéz. És ha fölnéz, megvan a kapcsolat. A sikerünk múlhat azon, hogy a közösség befogad-e minket, ezért lényeges, hogy miként viselkedünk, mondja. Fölgyorsultunk, és nagyon-nagyon rohan az élet, de a társadalom saját maga kontrollálja ezeket. Tehát az állandó mobilozás, hogy SMS, meg internet megy be a busz alá vele, meg minden, ezek vagy színházban megszólal, vagy hangversenyen megszólal, és akkor a többiek fölháborodnak. Mert és kontrollálják azt, hogy ez úgy nem volna szabad. Tehát ez mindenki tudja, hogy lenne helyes, és aki ezt nem tartja be, az kinézik. Nem volt nehézségem, mert én nem napi kapcsolatban voltam velük, én a protokoll eseményeken találkoztam velük, vendéget kísértem fel, tehát nem a titkárságán dolgoztam. Hát hogy mondjam, a happy-eiket, ezeket a dolgokat nem ismer. Én nagyon jobban voltam mindegyikkel, legjobban Antal Józsefet szerettem, és ő tudta, hogy én miért vagyok, ő igényelte az én munkámat. A többiek nem vették ennyire komolyan? De például Hon Gyula, hát ő ugye külügyben nőtt föl, hát ugye, hogy mondják, hogy karrierdiplomata volt, ő tudta, hogy az én munkám miért van. És hogy rendben volt, akkor nem is szólt egy szót sem, mert rendben volt. A szakember kiszolgált már 7 miniszterelnököt protokollfőnökként, 9 könyvet írt, amiknek hatalmas sikerük volt, de előadni imád a legjobban, a közönség szeretete és a több száz emberből áramló energia élteti, ebből nyer erőt.
43 éves a Bárdos Zenei Hetek rendezvény sorozat, melynek célja a magyar kórus mozgalom folyamatos életben tartása és a bárdosi örökség továbbéltetése. Az idei Tolna megyei bemutatón Kempelen Tünde alapító karnagy arról szólt, folyamatosan jelen van Bárdos Lajos szellemi öröksége, mely tovább viszi mindazt, amit Kodálytól tanult, és amit munkássága során szem előtt tartott, hogy a közös énekség a boldogság egyik kifejező eszközévé váljon. Bárdos Lajos a magyar kórus mozgalom megteremtésének és felvirágoztatásának atyja. Munkássága egészét áthatotta Kodály és Bartók, tovább vitte mindazt a gondolatiságot, melyet a nagy elődök megteremtettek. 1977 óta rendezik minden esztendőben a zenei heteket, melynek célja nem a versengés, sokkal inkább egyfajta ünnepez, mely a kortárs művészeti ágakkal kiegészülve teremti meg azóta a magyarországi kórusok bemutatkozásának, illetőleg a szakmai továbbképzéseknek lehetőségét. Tolna megyében Gersely József és Kempelen Tünde nevéhez kötődik a rendezvény felfuttatása. Ez a kórusfesztivál egy kiváló fesztivál, és ez valamikor évekkel ezelőtt még a Gerse tanár úrral indult, és mi ővele együtt kezdtünk el dolgozni nagy szeretettel, és akkor ez csodálatosan működött, aztán a halála után egy pár évre megszűnt, de most újra virágba borult, és ebbe bízunk, hogy egyik legkiválóbb vidéki fesztiválunk. A bárdosi örökség tulajdonképpen az élet, az érzelmek szeretete, ami a zenéből kiárad, és amit a zenével lehet legjobban kifejezni, és amit a közösségek tudnak együtt megoldani, tehát tulajdonképpen emberi közösségeken keresztül a szeretet és az öröm nyilvánul meg, és tulajdonképpen Bárdos tanár úrnak ez volt az élete, hogy kórusokat szervezett, kórusokhoz elment, kórusokat irányított, és a kórusokon keresztül a zene, az élet szeretete nyilvánult meg. Szokta beszélni arról, hogy az idősebb korosztály így úgy, azoknak Kodály, Bartók és Bárdos szellemisége még megfelel, de az újak már YouTube-ról meg innen-onnan szedegetnek le darabokat. Hát szedegesség. Erre nincs olyan válasz, hogy tilos, meg tiltott, meg nem szabad. De a válasz az, hogy a hagyomány az akkor is hagyomány, hogyha Kodálynak, vagy Bárdosnak, vagy Bartóknak hívják. És hát most már lassanként Orbán György szintén hagyomány, és a többi fiatal nemzedéknek a tagja. Szintén én úgy gondolom, hogy ameddig kórusok és kórusfesztiválok vannak, addig a bárdos hagyománynak mindig szerepe lesz. Az biztos, hogy a híres, nagy, kiváló kórusok megöregszenek. Ez sajnos igaz. De nagyon-nagyon sok fiatal kórus indul és alakul, és a kórusiskoláknak megvan a maga csodálatos képzése, ahol tényleg alakulnak fiatalokból nagyszerű együttesek. Igaz, hogy amikor a családalapítás ideje elérkezik, akkor sajnos sokszor megszűnnek ezek a kórusok, de bízunk benne, meg hát azért a példa is azt mutatja, hogy később visszatérnek a kórustagok, akik szeretnek énekelni. Nagyon nehéz fiatalokat megszólítani. Ez a fajta kórusmozgalom, ez azt gondolom, hogy maximum az X generációsokat tudja még megszólítani, az Y meg az Z generációsokat, mert nagyon nehéz. Úgyhogy inkább, egyre inkább afelé kéne elmennünk, hogy egy ilyen élmény alapú kórus éneklést, meg
alapozni, megalapítani az új úgyfajta kórusiskolákban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez lenne a jövő útja. Én azt gondolom, hogy a hagyományokat megtartva kell nekünk építkezni, hiszen nekünk magyaroknak nagyon jó kórusiskolánk van, és erre kell valamiféle újdonságot az új generációknak megfelelő, mint már mondtam, élmény alapú éneklést megalapítani. Az 1990-es évek óta a Bárdon zenei hetek az ifjúságnevelés felé is fordult. Emellett egész fennállása alatt egyfajta körképet mutatott fel a kórus éneklés hazai helyzetéről, melyben szerephez jut egyaránt az egyházi, a világi és a népzene. Dom, 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 hely a szívemnek nagy a búja, elég róla borgosolja, hajdana, dana, dana, dom. Hosszú lenne a sor, tehát ugye, amit a generációs különbségeket lehetne sorolni. Tehát a legfőbb különbség az az, hogy ezt nem lehet virtuálisan művelni, ezt abszolút személyesen lehet művelni, és valahogy ebbe kéne belevonni ugye ezt a fajta újabb generációt. Egy valamit soha nem lehet elfelejteni, hogy vajon ki írt volna a múlt-múlt század elején a templom énekkaroknak például nem olyan nagyon nehéz, könnyen, viszonylag könnyen megtanulható darabocskákat, hanem éppen a Bárdos családtagja, és hát Bárdos Lajos élen járt ezekkel a darabokkal. Tehát egyszerűen őt nem lehet elfelejteni. És ezt nem csak azért mondom, mert velem készült az utolsó fényképe még a halála előtt néhány héttel, hanem én nagyon szerettem őt, rengeteg autogramom, dedikált kottám van tőle, és én azt hiszem, hogy nekünk egy kötelességünk van, hogy a ifjú nemzedéknek ezeket az értékeket át kell adni. Ha ez sikerül, akkor nem lesz kérdés az, hogy a Bárdos névnek, vagy a Bárdos repertoárnak lesz-e valamikor is élő anyaga, élő szerepe különböző fesztiválokon. Gyermek és családi műsorokkal, koncertekkel, vidámparkkal, kézműves és kirakodóvásárral, étkes sátrakkal várja az érdeklődőket május 1-én a Városi Retro Majál és a Prometheus Parkban. Fellép a Kaláka Együttes, Badár Sándor a Duma Színház társulatának tagja, az UFO, a Roy és Ádám Trió és DJ Náksi Attila. Emellett lesz tücsökzenész színpad, bábszínház és bemutatkoznak a helyi civil csoportok is. Szeretettel várunk minden érdeklődőt, a belépés díjtalan. Minden munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!